Több ezer NB1-es mérkőzés, meg annyi válogatott szereplés, bravúrok, győzelmek, vereségek, számtalan téma, ami szóba kerülhetett azon a bensőséges hangulatú ünnepségen, amelyet Németh János, a székesfehérvári MÁV előre és a Videoton egykori, és mondhatjuk örökös technikai vezetője hívott össze, hogy 86. születésnapján köszöntsék Szent Mihály Antalt, a magyar válogatott egykori kiváló hálóőrét, aki 1977-től a MÁV előre mestereként is letette a névjegyét az első osztályban. 1977 nyarán kezdte Szent Mihály Anti edzőséget a Kiscsapat, Kisváros, Kismunkás Egyesület NB1-be főkezülése mellett. A nagy testvér is szívesen fogadta a Videóton főkezülésünket. Akkor a helyeket megmozgató Dévényi elnök úr megfogadta, hogy nagyon jó edzőt, tapasztalt NB1-ben jártas edzőt, és a Misi személyében kifogtuk szépen. Ő edzőség alatt indult meg a pályafutása az NB1-nek, a MÁV előrének. Szent Mihály Antal egy olyan karakteres együttest faragott a kékfehérekből, hogy mindenki tudása legjavát nyújtva nem csak megtartotta helyét az élvonalban, de bravúros győzelmeivel kivívta a futballbarátok elismerését nem csak Fehérváron, de szerte Magyarországon is. Az elmúlt év karácsonyában megrendezések előlő MLS Öregfiúk torna, meg a Jakab Jani által szervezett Öregfiúk tornáján Szent Mihály úrnak, a Misinek megígéztem, állandóan érdeklődött, hogy mi van fehérvári futballistákkal. És megígéztem neki, hogy ha egy mód lesz rá, megszervezem a nyár folyamán is. Sikerült, azért is sikerült nagyon jól, és alkalom, jó alkalom, mert a múlt hónapban, tehát június 13-án volt 85 esztendős a mester, és ebből az alkalomból meg is köszönjük, és megköszönjük neki a elmúlt 2-3 éves munkát, amit Fehérváron tett. A köszöntőket követően Szent Mihály Antal visszatekintésében megköszönte játékosainak azt a szívvel, lélekkel és persze kellő alázattal és tehetséggel végzett munkát, amellyel sok örömet szereztek neki, a klubvezetésnek és a közönségnek egyaránt, majd Németh János átadta azt a labdát, amelyet a futballisták látták el kézjegyükkel. Köszönjük, mester!